Sziasztok! Ez egy ilyen rendkívüli vlogféleség. Konkrétan egy olyan biciklis blog, vlog, amiben nem lesz bicikli, illetve csak ilyen érdekes módon. Hát tönkrement a biciklimnek a középcsapágya. Mostában nem is nagyon vlogoskodtam, így ilyen, főleg ilyen biciklis témával nem nagyon tudtam ugye foglalkozni, mert hogy szükség volt egy komolyabb javításra. Középcsapágyat kellene kicserélni, amit otthon nem tudtam megoldani egyszerű célszerszámokkal, úgyhogy gondoltam, hogy majd Vecsésen van egy pár szerszám hozzá, van itt ilyen öreg vas is, és majd itt meg tudom oldani, és hát az a helyzet, hogy nem tudom megoldani, gyakorlatilag elég randán kicakkoztam, most már kívülről van kapaszkodó rajta, ezt egy néhány fogóval oldottam meg, például azzal ott, meg van ott a sarokban egy még nagyobb. Az a lényeg, hogy hát így próbáltam satszolni, szerintem egy ilyen 4-500 Nm-es forgatónyomatékot biztos, hogy sikerült kifejteni erre a csapágy fész, nem is tudom minek hívják ezt, erre a kis közdarabra, ami ide bele van tekerve a vázba, és egyáltalán nem mozdult meg. Ami hát nem túl biztató, mert hogyha ezt ekkora nagy erővel kell tekerni, szerintem simán ki fogja tépni a vázból a menetet, és akkor ezt én már helyrehozni nem tudom. Úgyhogy hát most egy elég ilyen kellemetlen helyzetben vagyok. Végre ez a bicikli össze van állva, szinte új a váltója, a fékei, nagyon jó kis első villája van, ami nagyon tetszik, a kormánya, a ülése, minden teljesen frankó, de valószínűleg ez miatt ki kell dobni ezt a vázat. És akkor fogalmam sincs, hogy honnan lesz biciklim, meg hogyan, meg milyen. Hát most ezen vagyok kénytelen gondolkodni, nem egy öröm ez nekem. Úgyhogy mára azt hiszem ezt feladtam, holnap még megpróbálok valamit bővölni vele, fogalmam nincs, hogy lehetne úgy megoldani, hogy ne szakadjon ki a menet a vázból. Egyelőre elmegyek, mert elvileg az Árkádban van egy jó kis bringa verseny, amit meg kéne nézni, meg addig a mamának még szétszedem a tűzhelyét, hogy ki tudjuk fainul pucolni. De mindjárt megyek a bicaj versenyre, aztán majd onnan jelentkezem, hogyha tudok, megmutatom, hogy ott mit lehet ilyenkor látni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit jelent az, amikor így egy áruházba bicikli versenyt csinálnak. Úgyhogy addig most elbúcsúzom. Hello! Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy van-e értelme megcsinálom ezt a videót, mert fogalmam sincs, hogy egyáltalán bármikor használni fogom-e, mert hogy szükségessé válna ennek a videónak az elkészítéséhez az, hogy normálisan összevágjak egy anyagot. Múltkor Vecsésen ugyanis csináltam egy kis kezdő videót, ami mögé illene az, hogy akkor ugye nem nagyon sikerült meglazítanom a biciklimnek a monoblokját, a középcsapágyát, és hát olyannyira hatékonyan próbálkoztam pedig, hogy későbbiekben vettem észre, talán így látszik, hát nem nagyon, ott, tehát ott megragyott a váz. Olyan erővel próbáltam kitekerni belőle ezt a monoblok dolgot, ezt a csészét, de nem sikerült, úgyhogy hát a biciklim az ilyen állapotban van, darabokba szanaszét. Viszont hát valamilyen megoldást megtalálnom kell, mert most minden nap gyalog járok, és ez hosszú távon nem fog működni. Úgyhogy hát itt lesz a megoldás. Innen talán a videóban is érzékelhető, hogy mekkora helyen van itt az előszobában ezt az egész átszerelést megcsinálni, de van egy ilyen szép új vázam, meg új kerekek hozzá, és hát most az a feladat, hogy ebből egy működő biciklit csináljak, az ezen levő alkatrészek segítségével, úgyhogy hát ennek a folyamatáról valójában én nem fogok most egy hosszadalmas videót csinálni, mert láttam már ilyeneket a neten, borzalmas, unalmasnak tartom, úgyhogy én ezt nem erőltetném, hanem hát lehet, hogy majd egy-egy fázisról talán csinálok egy ilyen kis rövid valamit, és majd talán egyszer össze is vágom, de egyelőre ennyi a történet. Sziasztok! Mindig tervezgettem, meg ígérgettem, hogy most már tényleg csinálni fogok egy igazi videót. Megint volt egy nagyon jó témám erre, aztán megint nem sikerült.
Hát csak az volt a történet röviden, hogy a régi biciklim az betolt. Készítettem ezzel kapcsolatban több videót, amiből szeretnék egyszer összevágni egy ilyen összefüggő, normális kis ilyen rendes vlogadásszerűséget. Most egyelőre ott tartok, hogy mindig elkezdem, aztán kifelejtem a következő lépéseket. Úgyhogy hát az előző lépés az volt, amikor sikerült megszerezni a szükséges alkatrészeket, és elkezdtem összerakni a biciklit. A következő lépcső az még nem az volt, hogy na most akkor hogyan tekerek a helyére egyes alkatrészeket, és hogyan épül fel a bicikli, hanem az, hogy már meg itt van készen, és megint bicajozok, most Városföldön vagyok. Ez egy ilyen szokásos esti kis kör, és hát valójában a bicaj tesztelése történik így egy picit hosszabb távon, most itt a sötétben. Itt megállok ilyenkor pihenni egyet, vonatokat is kukkolok, kicsit lehűlök, aztán utána nekiindulok visszafelé. Úgyhogy most éppen ezt a kis rövid pihenőt töltöm. Hát így kicsit jobban megnézve a biciklit, nem látszik semmi, mert sötét van, csak a váz, de végülis ez a lényeg, túl sokat nem is kell tudni róla egyebet. Szinte minden más változatlan. Ugyanaz az ülés, ugyanaz a lámpa, ugyanaz a csomagtartó, ugyanaz a sárvédő. Úgyhogy hát a pedál is ugyanolyan, azt nagyon kalandos úton sikerült kimenteni a régi bicikliből. Ugyanis hát a réginél ugye a középcsapágy volt a probléma, hogy úgy összerohadt a vázzal, hogy egyszerűen elkezdett összerogyni a váz, amikor már úgy komolyabb szerszámokkal kezdtem volna szétszedni. És hát ugyanígy a pedált is, hát az egyiket igen kalandosan Dórika segítségével sikerült kettőnknek valahogy szétrángatni, de a másikat csak úgy tudtam, hogy a gyakorlatilag flexel levágtam róla a hajtókart. A villa, ez még a tavaly nyári szerzemény, amit sikerült olcsón megvenni. Egy fix aluvilla, kicsit úgy néz ki messziről, mintha egy országúti biciklié lenne. Hát annyi különbséggel, hogy azért szélesebb, mint egy országútié, mert hogy trekkingvázba való, és hát így elfér benne egy ilyen normális trekkingre való kerék, meg gumi. Hát az egyik legnagyobb problémát a gumi kiválasztása jelentette, mert hogy hát amit igazán szerettem volna és ami igazán tetszett, az őrült drága. Úgyhogy hát egy ilyen kompromisszumként ezt találtam. Ez a Schwalbe Marathon GT-nek hívják. Persze, hát sötétben a fekete elég rosszul látszik, de az a lényeg, hogy nem teljesen slick, mint a régi. Valamennyi mintázata van, de hát középen szinte teljesen slick. Egy kis csík van benne, meg az oldalán van inkább minta. Úgyhogy hát szerintem sokkal jobb, mint a régi abból a szempontból, hogy ilyen szutyok időben is valamivel jobban tapad, meg a sárba is, meg ilyen havas körülmények között is valami esélye legalább van a kapaszkodásra, de azért attól függetlenül nagyon könnyen gördül, meglepően jól megy a bicaj, úgyhogy hát a többi alkatrészt meg átmentettem. A fékeket is, kilométer óra, lámpa, kormány, kormánybefogó, hát szóval egyébként minden más a régi. Úgyhogy legyetek sokkal ügyesebbek, mint én. Régen, mikor autót szereltem, akkor volt mindig annyi eszem, hogy a csavarkötéseket összeszerelés előtt megkentem egy picit részpasztával, hogy ne rágódjanak össze, még ne rohadjanak be. Hát ez mondjuk ilyen kerékcsavar kalandokból adódik ez a tapasztalat, hogy inkább így csináltam. És most arra valamiért ezt elfelejtettem, hát tiszta hülye vagyok, úgyhogy na most ezt a biciklit már úgy raktam össze, ahogy a nagykönyvben meg vagyok írva, szépen be van részpasztáz volt, ahol kell. Úgyhogy remélhetőleg még egyszer ilyen összerohadásos probléma nem lesz, és normálisan tudom majd szerelni a későbbiekben. Hát ez most csak egy ilyen biciklis téma lett hirtelen. Nem tudom, majd legközelebb beszélek másról is biztos. A nagy elmékedések inkább most a fejemben zajlanak. Majd ha összeáll valami épeszű gondolat, akkor egyszer elmesélem. Addig jó éjszakát kívánok mindenkinek, én meg elindulok vissza Kecskemétre, mert már fázok. Úgyhogy sziasztok! Hello!